Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma pisztolok itt elvannak, na mindegy, szóval ma egy bejelentő videó lenne. Ugye, mint tudjátok, egy ideig nem volt ugye videó, hétvégén tervezek visszajönni live-okkal, szóval most már hétvégén tényleg lesznek live-ok, érdemes majd követni a csatornát, és ja, szóval, de viszont a mai nap nem ezért vagyok itt, a mai nap azért vagyok itt, mert beszeretném jelenteni a Sziget bajnokságot. Szóval a Sziget bajnokság ugye a Skyblockon lesz, ezt havonta tervezzük megrendezni, ugye. Szóval a jelentkezési határidő a mostaninak az május 12-e, és ugye az fontos tudni, hogy csak a tulajdonos jelentkezhet, szóval nem jelentkezhet csak egy társ, aki ott van és segít, hanem maga a tulajdonos, a Szigetnek a tulajdonosa kell, hogy jelentkezzen. Ha nem ő jelentkezik, és ezt meglátjuk, ugye, mert ellenőrizni fogjuk a szigeteket, szóval észre fogjuk venni, akkor azt a jelentkezést nem fogjuk figyelembe venni. Szóval, az is fontos ugye tudni, hogy minél szebb szigetet kell csinálni. Itt nem a szint számít, itt nem az számít, hogy mennyi prizmarin blokk van lerakva, meg ilyesmi, hanem tényleg az számít, hogy milyen szép, milyen hatékony, úgy értem a hatékonyat, hogy milyen farmok vannak rajta, és milyen hatékonyak ugye a farmok, szóval igen, és ugye a követelmények, szóval ami rajta kell, hogy legyen a szigeten, hogy be tudják kerülni ebbe a bajnokságba. Ugye minél hatékonyabb farmok, ezzel azt értjük, hogy kaktusz farm, mob farm, spawner farm, veteményes és tök és dinnye farm, ugye minél több van ebből, annál nagyobb eséllyel jutsz be, és annál nagyobb eséllyel tudod megnyerni. És ugye minél hatékonyabb a farm, szóval minél jobban meg van csinálva. Például mondjuk itt egy példa, azt hiszem ez egy cobblestone talán, de nem biztos, hát nem, ugye vagyok, ez egy dinnye, nem? Dinnye, cukornád, valami ilyesmi lesz, ott egy homok. Igen, cukornád, jó. Nem tudom, miért hittem, hogy cobblestone, de mindegy. Szóval ilyesmire gondolok, hogy minél jobb ugye, minél hatékonyabb pontosabban. Ugye legyen rajta, ugye szépen megtervezze ugye, hogy legyen, szóval ne csak össze-vissza cobblestone. Például ebben a szigetben azt vettem észre ugye, az a probléma, hogy mindenhol cobblestone van, és nem tudok beszélni, már éjjel van, mindegy. És szerintem ez a probléma egyébként. Ami még fontos, hogy legyen található rajta minibolt. Ha nem tudjátok kezelni a mini boltot, akkor a hétvégén lesz erről egy videó, hogy hogy kell kezelni, hogy kell megcsinálni, hogy kell ezeket beállítani, és akkor majd tudjátok, hogy hogy kell ezt beállítani. És tök jó, hogy szóismétlés van, na mindegy. Este van már nekem is. Na, az a lényeg, hogy még a tutorialban is egyébként le van írva, ha valaki nem tudná. Szóval építsd meg a szigetedet ugye, hogy a szigeten legyenek ugye skines szobrok. Szóval ugye, ha többen vagytok, ugye akkor egyet elég, de viszont pontozzuk, szóval díjazzuk úgymond, hogyha több van rajta, és minél jobban néznek ki, minél jobb gyapjú használatom, ugye gyapjút lehet venni a boltba, ha jól emlékszem, megnézem nektek gyorsan, úgy tudom, hogy lehet venni, szóval igen, lehet venni, szóval az nem kifogás, hogy nem volt alapanyag, ott lehet a boltba venni. Jó, és akkor az utolsó, hogy építsél le a szigeteden egy kicsi falut. Úgy értjük a falu alatt, hogy legalább 3 ház legyen, minél szebbek legyenek a házak. Viszont itt azt is díjazzuk, ugye, hogyha minél több ház található. Na és akkor ugye, amit szerintem mindenkit érdekel, ugye a nyeremények. Szóval az első helyzet, az 12.500 IC-t fog nyerni. A második az 10.000 IC-t. A harmadik az 8.000 IC-t. A negyedik az 6500 IC-t, és a ötödik az 5000 IC-t. Ugye van itt még egy pár szabály, amit el kell mondanom a videóban. Szóval, ugye az is fontos, hogyha a jelentkezési részvétel több lesz a következő hónapban, igen, akkor a nyereményeket is feljebb fogjuk vinni. Ez alatt azt értjük, hogy ugye ha ebbe sok ember fog jelentkezni, és akkor ugye igen, sok ember fog jelentkezni, sok ember megcsinálja a dolgokat, akkor a következő szigetbajnokságban lehet mondjuk az, hogy 10 helyezett lesz, nem csak 5, és minél több nyeremény.
Szóval az a lényeg, hogy azt akarjuk, hogy minél több játékos jelentkezzen, minél több ember vegyen részt, ugye. És ja, ugye azt is fontos tudni, hogy több sziget tag esetén ugye a nyereményt azt el fogjuk osztani. És ugye azt is figyelembe kell venni, hogy a határidő után nem csatlakozhat senki a szigethez. Ha valaki csatlakozik a szigethez a határidő után, azaz május 12-e után, azt ki fogjuk zárni. Az így járt, az ki fogjuk zárni. Szóval igen. És ugye ha mondjuk a mostani szigeted mondjuk nagyon rondán néz ki, és mondjuk már nem lehet javítani a helyzeten, akkor ugye van egy olyan parancs, hogy per is restart. Per is restart, és akkor ezt használjátok, meg fogja kérdezni, hogy biztos akarod-e törölni, és akkor ott van, hogy is confirm, és akkor ennyi. És ugye az a folyamat, ezt még el kell mondanom, hogy jelezni fogjuk nektek e-mailben, hogyha tovább jutottál a következő fordulóba, azaz minden követelmény megtalálható a szigeteden, ugye, és ezt az e-mailt május 26-án fogjuk elküldeni neked, kiküldeni neked, és május 27-én live-ban fogjuk eldönteni, hogy ki az az 5 nyertes, ugye. Szóval ez live-ban fog eldőlni az egész. Látjátok majd a reakciókat, meg ilyeneket, szóval érdemes majd azt is nézni. És igazából nekem ennyit kellett mondanom, úgymond, szóval ez a bejelentettem úgymond, hivatalosan most már ugye most már a Szigetbajnokság az érvényes, lehet jelentkezni. És ja, osszátok meg minél több ismerősnek, gyertek fel a szerverre az IP a leírásban, ha mondjuk újak vagytok, ugye aki nem tudná, az IC az rangokkal meg bővítményekkel lehet felhasználni. Ugye Skyblockon is majd lehet venni kulcsokat, kulcsomagokat és ilyeneket, szóval ajánljuk, hogy minél több ember jöjjön fel és játszon és csinálja meg ezeket a követelményeket és jelentkezzen, ugye. Szóval május 12-ig lehet jelentkezni, azaz május 13-án már nem. Szóval május 12-e az utolsó nap, ahol lehet jelentkezni. Na, mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Hétvégén találkozunk új live-okkal. És lájkoljátok minél többen ezt a videót, tényleg lájkoljátok 1000-rel, és iratkozzatok fel. Na, sziasztok!